A Lente Lajos Magyar Nóta Egyesület tagsága és közössége ismét nótaestet rendezett a Kéki Lajos Városi Művelődési Központban április 22-én. A nagyszabású rendezvény hagyomány az egyesület életében, hiszen nagyon fontos feladatnak tekintik, hogy fennmaradjon a magyar nóta hírneve, valamint hogy kikapcsolódjanak és együtt legyenek az egyesületi tagok és a barátok. Ennek a rendezvénynek a magyar nóta hagyománya van, őrizzük és ápoljuk a magyar nótát, mégpedig azért, mert magyar emberek vagyunk, elsősorban azért is, másodszorban pedig hungarikummá is van nyilvánítva, és ez a Lente Lajos Magyar Nóta Egyesület, ami azt jelenti, hogy Hajdú Nánás szülöttjének a nevét tovább visszük. Egyesületünk 2018-ban alakult, még akkor nem egyesület volt, csak Magyar Nóta Klub. 2012-től vagyunk Magyar Nóta Egyesület, és akkor vettük fel Lente művész úrnak a nevét, így lett Lente Lajos Magyar Nóta Egyesület. Nem titkolt célja az egyesületnek, hogy a fiatalabb generációt is megszólítják, és bevonják a magyar nóta ápolásába és fennmaradásának segítésébe. Próbálnánk fiatalabbak is, hogy bevonnánk a fiatalabbakat, de nem nagyon szeretik a magyar nótát, vagy ha szereti is, de úgymond van, akit megrémít az, hogy na, most egy magyar nóta énekes akar lenni, és fél, hogy a továbbiakban majd nem tud eleget tenni, pedig kipróbálta. Két gyereket is próbáltunk énekeltetni, ez nem olyan régen volt. Tavaly felléptünk velük az idősek otthonába. Az este alatt örökzöld slágerek, klasszikus magyar nóták és népdalok is felcsendültek, a romadalok pedig ki sem maradhatnak a nótaestek alkalmaiból. A közönség is bekapcsolódott az éneklésbe, így a színpadon állókkal együtt énekeltek. Magyar nóta, népdal, mert az is volt benne cigány nóta. Szeretném megemlíteni, hogy ugyanolyan fontos a népdalnak is, a cigánydalnak is a fennmaradása, mint a magyar nótának. Minden dalban benne van az örömünk, a bánatunk, ki tudjuk fejezni vele, ha jó a kedvünk, ha szomorúak vagyunk, ha bánatosak vagyunk, ez nagyon szép. A helyi egyesületi tagokon kívül több településről is érkeztek vendégelőadók és szórakozni vágyók egyaránt. Így összesen több mint 100 fő mulatott a nagyszabású rendezvényen. Vendégek érkeztek Püspök Ladányból, aki fel is lépett, Orbán Marika, juhászné. Aztán érkeztek Hajdú Dorogról, Hajdú Böszörményből, Balmazújvárosról, Tedejről. A Lente Lajos Magyar Nóta Egyesület évközben is több kisebb-nagyobb rendezvényen képviseli magát. Nagyon sok meghívásos rendezvényre viszik el Hajdú Nánás és Lente Lajos nevének a hírét. Nagyon sok helyre hívnak bennünket fellépni. Most legutoljára két helyre kaptunk meg hívást, Püspökladányba, május 20-ára, és szeptember 2-ára pedig Berekfürdőre vagyunk hivatalosak, csoportos és egyéni énekléssel. Szeretnénk ezt is teljesíteni, mint amennyit már teljesítettünk. Tavaly 3 helyen voltunk, Berekfürdőn, Gyöngyöstarjánba és Polgáron léptünk fel, csoportos énekléssel és egyéni énekléssel. Ezúttal is vacsorával egy bekötött műsorra készültek a szervezők, így finom sültestálakat szolgáltak fel az egyesület férfi tagjai a vendégeknek. A mai műsorunk vacsorával bálal volt a folytatás. Nagyon jól érezte magát mindenki. Reméljük, hogy máskor is ugyanilyen sok vendégünk lesz. Nagy örömömre szolgál, hogy igaz, hogy velünk együtt 18 fő az egyesületünk tagsága, ezt elfelejtettem mondani, 18 fő az egyesület tagsága,
és a hozzátartozókkal, illetve velünk együtt 145-en voltunk. A vacsora után jó ízű baráti beszélgetésre kerekedtek, közös nótázás vette kezdetét, és természetesen a tánc is helyet kapott, amire Fekete Zsolt szolgáltatta a talpalávalót.